Szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a Ha szavazok, számítok kampány eseményén. Nagyszerű hely Kakucs. Május 25-én, vasárnap, Európa parlamenti választásokat tart az Unió összes országa, így Magyarország is. Így szeretnénk mindenkit arra kérni és bíztatni, hogy vegyen részt ezen a választáson. Menjen el és szavazzon olyan jelöltre, vagy pártra, vagy listára, amelyikkel egyetért. Ti mit vártok az Európa parlamenti választástól? Az új Európa parlamenttől? Mi legyen Kakucson, mi legyen Pest megyében? De itt már is van egy üzenet, akkor átadom a mikrofon. Munkahelyek legyenek, és ez tényleg legyen is megteremtve, ne csak ígérgetve legyen, és mindenki számára elérhető legyen, aki szeretne dolgozni. Lát meg ez a közmunka is, hogy azt ígérték, hogy munkát adnak, most meg tessék, itt van, elvették. És ami itt elhangzik, üzenet, valóban el fogjuk juttatni a megválasztott képviselőknek. Európa egyre jobban a szélső jobb irányába tolódik. Ők el fognak menni szavazni, viszont ha mi is elmegyünk szavazni, akkor számítunk, és számít az a vélemény, amit szeretnénk. Az, hogy szűnjön meg a rasszizmus az iskolában, mert már az óvodában megkezdődik a rasszizmus, már a szülők úgy küldik a gyerekeket az óvodába, hogy ne nézz cigányra, ne nyúlj hozzájuk, meg ilyesmi. Az iskolában is ugyanez van, a felsőbb iskolákban is. Mit üzennek Európai Uniós Parlamentnek, Brüsszelnek? Hát mi szeretnénk, hogyha a gyerekeinknek több lehetősége lenne, mint nekünk, valamilyen módon segíteni tudnának ebben, meg hát ne legyen ekkor a megkülönböztetés, ha nekünk már nem is, de a gyerekeink ne érezzék, amit mi. Jobb világot, meg ugye több munkát, munkalehetőséget, az egész családok, hogy ne a segélyek ki, kölyön kajbáni. Az Unióban lehetőségünk lehetne arra is, hogy olyan kérdésekben, amely a romákat érinti, népszavazási kezdeményezést kezdjünk el, amihez ugye 9 országból 1 millió embernek a voksa kell. Jövő vasárnap megy választani? Természetesen. Nagyon köszönjük, akkor a pólót át lehet venni.